Fél éve teljesít szolgálatot Banán és Bábolnán, Sebestyén Katalin lelkész, a helyi református közösség lelkipásztoraként. A következőkben életútjáról, értékrendjéről, vallási és emberi viszonyairól beszél. Február óta van itt köztünk Bábolnán, illetve Banán, banai székhelyel a református egyházközség lelkészeként. Honnét érkezett, az ország melyik részéből? Utoljára Budapesten szolgáltam, de voltam már itt a Tatai Egyházmegyében, Tatabányán, Vértesszőlősön, és a pályánkat Somogyban kezdtük. Miért választotta életének helyszínéül ezt a területet? Itt volt elegendő a kihívás ahhoz, hogy ide jöjjek. Na, ez mit jelent? Ön számára mi a kihívás? Szeretek építkezni, és sokszor a nulláról, vagy a romokból, vagy a nehéz helyzetekből. Én azt jónak látom, hogyha megtaláljuk az élet jeleit ott, ahol talán más már nem reménykedik benne. Ebben itt látta korábban? Tehát felmérte azért a lehetőségeket, a viszonyokat, hogy hogyan működött itt korábban a református egyházközség? Egy lelkész mindig a zsákba macska, a gyülekezet számára is, meg viszont is, de valamennyi információm persze volt, igen. Ugye néhány év alatt azért 2-3 lelkész is elment innét, gondolom, hogy azért erről is volt tudomása, itt is puhatolózott azért ezen a területen. Igen, hallottam néhány dolgot, de mindent a magam szemével szeretek megnézni. És amikor idejött, akkor mivel kezdte a munkáját, hogy mindjárt belemerüljünk itt a dolgok közepébe? Megfigyeléssel. Az érdekelt, hogy hol mutat életjeleket ez a közösség, a banai is, meg a bábolnai is. Mik azok a területek, kik azok az emberek, akik szeretik az egyházukat, szeretik egymást. Van valamilyen jövőképük egyáltalán arról, hogy mi lesz itt az egyházzal pár év, évtized múlva. Ezzel a megfigyeléssel töltöttem az első fél évet, meg a kerttel. Mert a kert az olyan, mint az élet, és abban növekszik valami, amit belevetünk, és most éppen így az aratás környékén, meg a betakarítás környékén erről is szólnak az ige hirdetések, hogy hát most aratunk, meg azt szeretjük, meg örülünk, ha bőséges a termés, de ilyenkor derül ki igazán, hogy mit vetettünk. Úgyhogy ezzel foglalkoztam, lássam, hogy mit tud a kert, mit tudok én itt, mit tud a gyülekezet, mit tudunk együtt. Hogyan látja, hogyan fogadta be önt itt a banai, illetve a bábolnai gyülekezet? Ki így, ki úgy. Igen, vannak olyan emberek, akik szívesen látják a személyemet, szeretik az igehirdetést, gondolom, mert itt vannak vasárnap. És vannak, akik furcsán néznek rám, és vannak, akik azt mondják, hogy sok sikert. Én banaiaktól hallottam, hogy rendkívül empatikus személyiség, hiszen meg emberközpontú, mert olyan dolgokat is megjegyzett, amit egyszer hallott valakiről, és amikor azzal az illetővel találkozott, akkor már azt tudta, és azzal tudta indítani a beszélgetést, vagy az ő vele való adott esetben, hát mondjuk segítő szolgálatot. Ez kedves a banaiaktól, hogy megjegyezték, szerintem biztos találnának, vagy tudnának olyat is mondani, amit viszont elfelejtettem, és lehet, hogy az valakinek hiányzik. Van, amit megjegyzek, van, amit nem. De ha ezzel tudok kapcsolódni, az jó. Egyébként fontos ön számára, hogy az embereket segítse szellemi táplálékkal, hogyha erről van szó? Nekem az a fontos, hogy az embereket abban segítsem, hogy közelebb kerüljenek Jézushoz. Ezért vagyok itt, ezért vagyok lelkész. És ha ehhez az kell, hogy azt mondjam, hogy ébresztő, akkor ébresztő. Ha az kell, hogy azt mondjam, hogy oké, jó helyen vagy, ne aggódj, akkor azt mondom. És ezt igyekszem megérezni, akár így az emberekkel való kapcsolatban, de egy fölfelé, Isten felé nyitott csatornán is mondjam így az imádságban, hogy vajon milyen szónak hol a helye. Aztán nem mindig sikerül eltalálnom, azt hiszem, de arra törekszem, hogy kapcsolatban legyek minden dimenzióval. Ön hogyan találta meg az utat
személy szerint? Hogyan és mikor találta meg az utat Isten felé? Kimutatta meg önnek? Családi indítatás volt, vagy teljesen más történet ez? Sokáig azt gondoltam, hogy nem családi indítatás. A kamaszkoromban lettem keresztény ember, és a kamaszkor amúgy is a saját identitás keresésével jár, aminek velejárója az, hogy a szülőkkel szemben határozza meg magát a fiatal, és akkoriban az a szembenállás a sokkal erősebb, mint a kötődés. Aztán egy ponton rájöttem arra, hogy úristen, hát a szüleim nélkül elvesztem volna kamaszkoromba, pedig annyira tudtam, hogy mi az élet. És szóval van benne családi indítatás, a szüleim, különösen a nagyszüleim, inkább anyai ágon jobban ismertem, különösen a nagymamámat, ő nagyon sokat adott nekem az élet természetes megéléséből, aminek része az Istennel való kapcsolat. Tehát az nem valami extra volt az ő életében, hanem úgy élt. És ahogyan ő élt, ilyen végtelen természetességgel, egy parasztasszony volt egyébként, a földdel, az állatokkal, az emberekkel, a levegővel, az éggel, ő jóba volt. És ezt én akkor, amikor kiskamasz voltam, nem tudtam megfogalmazni, egyszerűen csak hatott rám. Tehát ilyen értelemben van családi indítatás. De azt hiszem, hogyha van is, először is ez nagyon későn tudatosult bennem, vagy hogy mondjam, akkor, amikor benne voltam, nem tudatosult bennem, inkább csak felnőttként. De hogyha van is családi indítatás, a saját hitbeli útját mindenkinek maga kell, hogy megtalálja, mert azt mondják, hogy Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. Tehát valahogy mindannyiunkkal létre akar hozni az Isten egy személyes kapcsolódást, ami abszolút személyre szabott, emberre szabott, és ezt a nagymamámon keresztül nem lehet megélni. Így aztán nekem is, hála Istennek tényleg, hogy lett egy utam kamaszkoromban, ami az identitásom képzője is volt alapvetően, és aztán 16-17 éves koromban elhatároztam, hogy a teológiára fogok menni, lelkész leszek. Ebben nyilván emberek szerepet játszottak, tehát meg tudok nevezni egy lelkészt, aki nagy hatással volt rám, az ige hirdetéseit minden vasárnap hallgattam, jegyzeteltem, és beszippantott ez a világ. De aztán utána őt is, vagy hogy mondjam, őtőle is fölrepültem. Tehát tényleg mindenkinek a maga útját kell járni, és azt gondolom, hogy a gyerekkori hitünk, vagy a kamaszkori hitünk, az tovább visz, de a felnőtt életünkben felnőtt hitre van szükség, és rá kell szánni az időt, a figyelmet, azt a belső munkát, hogy a saját legjobb formánkat így a keresztény hitben megtaláljuk, mert erre van esély. Na hát, igen, erről hosszan tudnék beszélni, de most így vázlatosan ennyit mondok el erről. Igen, ezt az élethivatást igyekszik átadni a híveknek? Erre azért van fogadó képesség is? Azt hiszem, hogy nem kell mindenkinek lelkésznek lenni. Tehát az az én élethivatásom. De hogy az Istennek mindenki felé van hívó szava, hogy mindenkit a nevén szólít, és magához hív, ahogy mondja is, hogy összegyűjtelek benneteket, mint a csibéimet, azt szeretném átadni. Tehát azt, hogy az Isten mellett, Jézus mellett mindannyiunknak van helye, már itt a Földön, és hogy ez a felnőtt személyiség formálódásunknak alapvető tengelye, tehát ha számolunk az Isten jelenlétével az életünkben, akkor nem vagyunk elveszettek. Ezt szeretném átadni, igen, hogy egyetlen ember sem elveszett ember, még az sem, aki lemond önmagáról, vagy azt mondja, hogy ő még nem vagyok ehhez elég érett, meg majd nem tudom mi, kihagyja azt, hogy a saját legjobb formáját megalkossa egy olyan belső tengely mentén, az Istennel való kapcsolódásban, ami az önismeretünkhöz, a kapcsolataink minőségéhez, kizárólag pozitív módon járul hozzá. Tehát ez kár kihagyni. Ezt igenis szeretném átadni. Aztán, hogy valakiből lesz-e lelkész, vagy nem lesz, az egy dolog, azt majd az Úristen intézi. Nekem annyi a dolgom, hogy hirdessem az evangéliumot, az evangélium örömhír, és azt, hogy az élet az Úrra jó és teljes. Amikor az ön életében elérkezett mondjuk a családalapítás időszaka, akkor az ön életszemlélete szerepet játszott ebben? Abszolút.
Persze, hát ugye mivel kamaszkoromban lettem ilyen hívő, így a párválasztás, a családalapítás az ennek szellemében történt, igen. A párja, férje is lelkész volt, vagy más, igen? Igen, igen. A teológián ismerkedtünk meg, és aztán, hát szerelem, és aztán összeházasodtunk, és vidékre kerültünk, Somogyba, ott kezdtük a pályánkat, és ott születtek a gyerekeink, igen. Igen, hány gyermek van, hogyha nem vagyok indiszkrét, bocsánat? 4 felnőtt gyermekem van. Ez igen, ez szép család, de ide egyedül jött. Igen, igen. Hát a gyerekeim már kirepültek, a férjem meg már nincs az élők sorában. Úgyhogy ő már egy másik dimenzióban éli az életét, az örök életben, a gyerekeim meg ebben a dimenzióban a maguk életét. Igen, igen, szányra keltek. Milyen gyakran tudja velük tartani a kapcsolatot? Hát ugye a digitális világban percenként is, ha akarom, és ha ők is akarják, a találkozásaink meg, hát ahogy adódik, én is megyek Budapestre, főleg Budapesten élnek, ők is ide jönnek, ahogy kiadja az élet, meg ahogy megtervezzük, az ünnepeket együtt töltjük mindenképpen, és aztán még ahogy adódik. Szokott hosszú távra tervezni, vagy általában az élete folyamán mindig hosszú távra tervezett? Mindig, és valami mindig keresztül húzta, úgyhogy most már óvatosabban tervezek hosszú távra. Például itt? Majd meglátjuk. Hogy látja ezt a most jelenleg egy valamivel több, mint fél évvel teltével? Úgy látom, hogy van még dolgom. De nem tudom megmondani, hogy meddig, és nem tudok semmi konkrétumot mondani. Tehát ez egy érzés, egy belső vezettetés, hogy úgy mondjam, van dolgom, igen. Aztán amikor majd úgy gondolom, hogy nem is tudom. Ezt nem is folytatom, mert nem tudom, hogy lesz, nem tudom. Most még van dolgom. Azt tudjuk, hogy hittant tanít az általános iskolába, nyilván megismeri a legifjabb korosztályt is. Nem tudom, hogy szeretne bekapcsolódni a települések kulturális életébe, közösségeibe. Nekem mindig vannak ötleteim, de már ahhoz se vagyok olyan fiatal, hogy az ötleteimet bárkire rátukmáljam. Tehát, hogyha megérzem azt, hogy valahogy természetes módon nyílnak ajtók, akkor igen. Szerintem egy lelkész mindig azért is van ott a helyen, ahol van, mint egy desszantos, hogy pluszt adjon. Tehát, hogy az egész emberi közösségnek az életét, függetlenül attól, hogy azok keresztények-e vagy nem, vagy reformátusok-e vagy nem, emelje a szakralitás irányába. A kultúra erre egy megfelelő terület vagy ajtó lehet, ha van hova kapcsolódni. Egyelőre nem tudom. Tehát most lassúbb vagyok, mint lenni szoktam általában, tehát a megfigyelés, a szemlélődés, a befogadás, és az, hogy lássam, hogy egyáltalán mi van itt, mi a realitása ennek a két településnek, hogy ne az legyen, hogy ennek a nagyszerű ötleteimet itt keresztül akarom vinni, nem akarom keresztül vinni. De amiben jelen tudok lenni a magam értékeivel, hitével, önazonosságával, és ami emeli a közösséget, abban szívesen vagyok jelen. Legyen az történelmi megemlékezés, bármilyen helytörténeti megerősödés, tehát én ezt egyébként nagyon-nagyon fontosnak tartom. Tehát az, hogy a kultúra gyökereit, meg a hit gyökereit, kultúra és kultusz, és akkor idehozhatnám a földművelést is, ugye bár, ami szintén kultiválás, hogy ezeknek a gyökerei mélyre hatoljanak, és magasra emeljenek bennünket, ezeknek egy irányba kell hatni szerintem. Hogy ez így van, nincs így, ezt meghatározza a helynek a történelmi múltja, és az, hogy én személyesen mennyire tudok ehhez kapcsolódni. A szándékom ez. Aztán meglátjuk, hogy mi adatik. Egyébként megfelelőnek találja a hittanos gyermekek, mondjuk így létszámát, aktivitását? Az aktivitásokat mindenképpen. Meglep, hogy több gyerek jár etikára, mint hittanra. Legalábbis nem néztem statisztikát, tehát bocsánat, ha tévedek, amit látok. Tehát ez az én személyes pillanatfelvételem, lehet, hogy ez tévedés, lehet, hogy van benne. Nem, mintha bajom lenne az etikával. Csak etika sincs hit nélkül. Úgyhogy, na.
Igen, jöhetnek, jöhetnének. Igen, és a szülők is. És ha már itt a hittannál tartunk, akkor azt hadd mondjam még el, hogy jó, hogy van iskolai hittan, oké, csak ezt mégse lehet kiszervezni. Tehát a hittan nem egy tantárgy, és nem arról van szó, hogy majd ott a lelkész megszereli a gyerekeket, és akkor majd hisznek, hanem a hittan még szorosabban, tehát az iskolának is együtt kéne működni a szülővel, és egy irányba segíteni azt a gyereket, hogy tényleg értékes, tájékozódni képes, értékeket felismerni képes, önfegyelemmel rendelkező, stb. Gyerek lehessen, vagy felnőtt majd. De a hittan még inkább ez, és persze én elvégzem a dolgomat, de az kevés. Kevés, ha az iskolában van, kevés, ha én szuperül csinálom, már ha egyáltalán képes vagyok erre, szülők nélkül ez nem lesz jó, és sőt, diszonancia lesz. Tehát itt most az a tervem, hogy meghívom a szülőket felnőtt bibliaismereti beszélgetésekre. Épp amiatt is, amit az elején beszéltünk, hogy felnőttként a hitünk utol kell, hogy érjen bennünket, mert ott maradt valahol a konfirmációnál, vagy a bérmálkozásnál, aztán mi meg már hol vagyunk, és a hitünk meg ott van. Tehát valahogy utol kell, hogy érjék ezek egymást, és ezért én azt gondolom, és ez a gyerekeknek is azt gondolom, hogy nagyszerű, hogyha azt láthatják, hogy a szüleik ugyanúgy érdeklődnek a Szentírás után, ugyanúgy küzdenek kérdésekkel, ugyanúgy keresik az élet nagy kérdéseire a válaszokat, ugyanúgy, hogy mondjam, valami magasabb erőtől, egy szeretetteljes jelenléttől várják a megoldásokat az életükre. Ezzel a szülők a legtöbbet adják a gyereküknek, azt hiszem. Aztán mi meglátjuk, hogy ebből mindenre ezt mondom. Majd meglátjuk. Egyébként hogy érzi magát itt emberként, lakosként, a közösségben élőként? Egy lelkész mindig valahol van, valahol fel kell, hogy találja magát, mindenhol vannak. Mindenféle emberek, úgyhogy megvagyok. Tehát ez nem olyan, hogy most akkor hanem nézzük, lássuk, megvagyok. Tehát ehhez kell egy olyan belső autonómia tartás, legalábbis az én tapasztalatom meg, amin így végigvitt az élet, ide juttatott el, hogy a lelkészi munkám az 100%-ban a gyülekezeté, de van egy, vagyok én, akinek töltődésre, magánidőre, csöndre szükségem van ahhoz, hogy aztán kifelé is tudjam képviselni azt, amivel feltöltődöm. Ide mutatok, tehát azt, amivel feltöltődöm, igen. És ennek van egy körforgása, van egy ritmusa, úgyhogy ebben igyekszem feltalálni magam. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.